Elemeire bontják a Misina Egyesület keneleit, de csak egy rövid időre, ugyanis egy alapítvány jóvoltából 18 kutyaszállását újítják fel. A munkálatokat másfél éves tárgyalás előzte meg, végül 3 millió forintos támogatásból renoválhatják a kerítéseket a svájci Suzy Utzinger alapítvány önkéntesei. Ami nagyon fontos, és szerintem példaértékű, ez a 3 millió forintos felújítás, ez azt jelenti, hogy ők finanszírozták meg az építőanyagot, a kenneleket, és ők vásárolták, illetve az ő pénzükből vásároltak itt Magyarországon, és hát ők pedig eljöttek hozzánk hatan, és ők építik fel. A felújításra azért volt szükség, mert a kennelek 21 éve készültek, ennyi idő alatt pedig igencsak megrongálódtak, mondta az egyesület elnöke. Ezek a kutyaszállások külső kifutóit érintik, ahol a kerítésekkel különítik el az állatokat. Vannak olyan kutyák, akiket szigorúan csak külön lehet tartani, más ebeket azonban akár egy helyre is tehetnek, ami 2-3 állatot jelent. A segítő Suzy Utzinger alapítvány egyébként más házi állatokkal is foglalkozik, azonban a legtöbbször előforduló faj a kutya. Itt Pécsen a Misina Állatvédő Egyesületnél szerencsére nincs olyan nagy szükség az optimalizálásra. Ezért a mi feladatunk a kennelek felújítása. Emellett ötleteket adunk az itt dolgozóknak, így együtt új terveket tudunk létrehozni. Itt a Misinán igazi szakértők dolgoznak az állatokkal. Az önkéntesek egy hétig maradnak Pécsen, majd egy újabb csapat érkezik az esetleges hátramaradt munkálatok befejezésére. A Misina Egyesület elnöke elmondta, reméli, hogy más projekt keretében még több kennelt felújíthatnak a jövőben.